tudni. Ez a Nagy Európa bajnokság volt Európában, az összes 20-nak a 42 országból ez volt a legnagyobb légi verseny, tehát ilyen szempontból az eredmény, amelyiket elértük, tisztességes. Én ezért még egyszer köszönöm a versenyzőknek, és hagyd mondjam egy olyat, ami az edzőkről szólna, az edzők a nemzet napszámosai, és itt, ahol egy kicsit úgy érzem, hogy a mi edzőinket nem eléggé lett ilyen szempontból kiemelve, és én hagyd mondjak külön köszönetet. Én itt fölírtam, és nem akarok neveket választani, 14 olyan edzőnek a nevét, ami azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb eredményeket produkálták. Csak egyet emelnék ki, a Tui Zui, aki elment Nanjingba azért, hogy a fiatalokat segítse, ugyanakkor kitűnően helyt állt a Wipler Kacsi mellette Berlinben. Na most összességében, most fölzsorolnám mind a neveket, és tényleg becsület és tisztelet, de úgy érzem, hogy ők azok, akik ezt a felkészülést hozták, és külön-külön, akár az ifjúsági olimpián elért eredményeinket, hogyha behelyettesítünk, és itt csak kellene szót emelni, hogy a Szilágyi Lilian például második, harmadik lehetett volna az elvihet a 200 kilomból az ifjúsági világkupában, és miért lett volna neki nagyon jó, ha az a 8 gyerek, akiket elküldtük az ifjúsági olimpiára, egyetért a MOB-ban teljes mértékben ilyen szempontból, mert az ifjúsági olimpián nem lehet csak egyszer szerepelni, tehát az életben nem lehet elvenni tőlük egy olyan lehetőséget, hogy ezek ne induljanak, de mi jó lett volna, ha Berlin nem esik egybe, mondjuk az ifjúsági olimpiával, és ez a 8 gyerek, ez tapasztalatot szerzett volna két olyan versenyen, mint ifjúsági olimpia és felnőtt Európa bajnokság. Egy kicsit nagyon röviden a rendezésről, és nagyon egyetértek, én hozzám edzők tömege jött oda a verseny alatt, hogy Berzek Debrecenben, meg Berzek Budapesten mennyivel jobb volt, ahogy itt mondták, hogy az olimpiákról, a kis távolságok olimpiája, mert ez a nagy távolságok adok a bajnokságban volt. Én kiszámoltam 7 percet kellett a bemelegítő medencétől a nagy medencéig menni, de most ezt oda-vissza meg kellett járni egy év előtt 4-szer mondjuk a egy számba indult valaki. Tessék kiszámolni, hát ez a szakmailag is nem egy jó dolog, hiszen a levezetés akkor jó, hogyha rögtön azután, hogy a versenyszám van, akkor mennek. Én külön köszönetet mondanék a televíziónak, meg nagyon fontos az, és biztos vagyok benne, hogy ez a sikeres Európa-bajnokság után az úszás ilyen szempontból a gyerekek nyílt tömegében jelentkeznek sokkal jobban, mint amikor egy sikeres EB-t, VB-t vagy olimpiát rendeznek, úgyhogy ilyen szempontból ezért külön plusz a sportágnak az, hogy tévé végig közvetíti az eseményeket, és ezért hálásak vagyunk. Összességében biztos, hogy lesznek kérdések, szakmailag egyéni versenyzőkről is, de nagyon szívesen állunk a rendelkezésre utána, és eleve kívánok nagy sikert úgy a rendezéshez, mint a nyílt vizesekhez, majd is így úgy körülbelül át tudjuk kötni a nyílt vízre, úgyhogy remélem, hogy a 20-os pont eddig a Grand Slam-et megcsinálta, hiszen én